40 éve lépett először a kolozsvári operaház színpadára Marton Melinda énekesnő koloratúr szoprán. A György Edina Zeneakadémia énekszakos hallgatójaként már is főszerepekre kérik fel, ahol Erkel, Verdi, Mozart, Strauss művekben mutatkozik be. Tulajdonképpen a pillanat nagyon rövid volt, de évtizedes munka volt mögötte. Ez a titka, hogy berobbanhattam a színpadra, hogy berobbanhattam a köztudatba, és tulajdonképpen ez az évtizedes munka hozta meg 15 év után a gyümölcsét. Operett primadonnaként számos külföldi turnén lép fel, címszerepekben, koncerteken. A vasfüggöny mögül nagyon nehezen lehetett kitörni. És kitaláltam azt a lehetőséget, hogy nemzetközi versenyekre iratkoztam be. Persze olyan előzménye volt ezeknek, hogy legalább háromszintű szűrés volt. Zeneakadémián a tanszéken, az Zeneakadémia szintjén, aztán Bukarestbe országos szinten, és így lehetett kikerülni egy-egy neves nemzetközi énekversenyre, amelynek azon kívül, hogy az ember díjat vagy dicsérő oklevelet szerzett, és nagyon boldog lehetett az egyéni sikerére, csodálatos tapasztalat volt, és ugyanakkor egy hatalmas érték, hogy abban a pillanatban, azokban a körülmények között ráláthattam, hogy milyen a nemzetközi igény, hova kell eljutni, mik az elvárások a nagy zenei városokban, most itt értem Milánót, Bécset és Budapestet elsősorban, és ennek a felismerése hozta meg a későbbiekben azt, hogy nyugodtan vállaltam, persze újabb tanulmányok után, a külföldi fellépéseket. Marton Melinda 4 éven keresztül a Budapesti Operaház állandó vendége, a Hunyadi László Bánkban Rigoletto Dan Pasquale női főszerepeiben. Egy kicsit, de meg tudtam hódítani az ottani közönséget. Tehát azt jelentette, hogy a nevem már jelentett valamit a budapestiek számára, nem telt ház lett miattam, de éppen is jöttek az előadásokra. Az 1987-es esztendő meghatározó volt Marton Melinda pályafutásában. Akkor az olaszországi Vercelliben 3. díjat kapott. Ennek az eredménye lett, hogy kaptam külföldi ajánlatokat. A másik pedig Bécs, ahol szintén nemzetközi énekversenyen vettem részt. Oda csábítottak volna, hogy kimenjek szerződésre. Nem vállaltam. Nekem a kolozsvári magyar opera sokkal fontosabb volt. 12 éven át a kolozsvári Erkel sorozatban a női főszerepeket alakítja. Zenetörténeti megvalósítás ez a 8 szerep. Tulajdonképpen e szerepek által álltam át a lírai szoprán fachból a drámai szoprán irányába, mert úgy jöttek a szerepek. Gara Mária Melinda, majd aztán a többi opera, ami az István királyban a Kresszi Mira, egyértelműen drámai szoprán. Tehát azon kívül, hogy egy nagyon nagy, nagyon értékes hangi fejlődést biztosított, nagyon érdekes volt eljátszani az összes Erkel szerepet. Érdekes volt azért, hogy az operaházunk meg tudta engedni magának azt a luxust,
hogy a minden opera nagyon nehéz szereposztást igénylő csapatot ki tudta állítani. Dehel Gábor, népszerű színész, rendező játszotta talán a legnagyobb szerepet Marton Melinda életében. Ezelőtt 30 évvel került a feleségem az operához, mint korrepetitor. Hát mit mondjak, akkor végzett. Mindenki utána fordult, és utána, mint korrepetitorként, tehát miután elvégezte a zeneiskolát, országos elsőként, az első volt az országban. Elég büszkébb vagyok, mint ő. Utána iratkozott ő be a konzervatóriumba, és lett énekes, opera énekes. Első szerepe a Melinda volt, szinte beugrással, nagyon fiatalon. Felkértek, akkor egyszerűen eszembe se jutott más a címszerepre. Tehát egyértelműen ráosztottam ki a címszerepet, és akkor meggyőződtem arról, amiről addig azt hittem, hogy félig meddig legenda, hogy ami hihetetlen szorgalommal, pontossággal, hivatástudattal teszi a munkáját, és beleszerettem. Úgy érzem, hogy ez egy csodálatos találkozás volt. Két művész, két ember, nagyon sokáig jó barátok voltunk, hisz itt kezdettől fogva, tehát 75-től, hogy én bekerültem a Magyar Operába, kollégák voltunk, mert ő rendező volt, színész volt a Magyar Színház társulatánál. És eljött az a pillanat 92-ben, mikor egy közös munka folyamán, bár addig is dolgoztunk sok esetben együtt, valami szikra kigyúlt, és meghatározta a következő majdnem 25 évet. Sajnálom, hogy ez lett a vége. De ha lehet valakinek jót kívánni, akkor ezt kívánnám, hogy ilyen éveket éljen meg valaki mellett, akivel ennyire összhangban lehetett létezni. Állítom, hogy szinte földön túli rétegekben. Zene, művészet, emberség és nagy szeretet.